Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! GTA RP-zni fogunk, természetesen a Nerdvice-on, és ma venni fogunk egy új autót, mert arra gondoltam már, hogy a Zastavát le kéne cserélni, és ugye a Zinger se annyira illik ehhez a karakterhez már, úgyhogy már van egy elképzelésem, hogy milyen legyen, ezt fogjuk most megnézni. Nézzük! Na, hogyha jól láttam, akkor pont amúgy a CarMax nyitva van, amúgy itt a szerveren eléggé hirdetgetik magukat, úgyhogy elkukkantunk oda, mert megnézzük, hogy náluk van-e esetleg ahhoz hasonló kocsi, ami az elképzelésem, úgyhogy most elnézünk, a 916-os körzetnél szoktak lenni. Meg is van itt a 916-os körzet, nagyon szuper. Na hát nyilván az Zastaván van, úgyhogy most ezzel fogunk szépen elrotyogni oda. Remélem, hogy van olyan gépjárművük, ami nekem lenne pont szimpatikus meg esedékes. Majd meglátjátok, hogy milyen gépjárműre gondoltam. És remélem, hogy ki fog addig sütni a nap, mert megint este van. Úgyhogy nagyon szuper. Na nézzük onnan. Na, srácok, mindjárt oda is érünk. Itt van lent a 916-os körzetnél, a dokkoknál, közben itt repült a vegyónajok. Úgyhogy megnézzük akkor, hogy milyen gépjárműveket árulnak, és tök jó lenne, hogyha pont lenne az, amelyik a kiszemeltem. Abban kételkedek, mert amúgy nem nagyon van itt a városba. Na nézzük. Van-e itt egyáltalán valaki? Lehet, hogy nem ide kell jönni, hanem egy picit tovább. Aha. Ide kell jönni. Jó. Szuper. Nem látok nagyon autót. Majd mindjárt meglátjuk, hogy mi a helyzet. Hú, ez a Lamborghini. Nagyon keményen néz ki, srácok. Miért van este amúgy? Ezt úgy megnézném nappal. De jól néz ki. Azt a betyár, mint Mercedesek. Jó, ott egy Supra. Tisztelet. Tiszteltem. Az a Volkswagen, azt a mindenit. Jaj, milyen autók vannak itt, srácok. Ferrari. Azt a mindenit. Aha, Zastava, Lada, Toyota, Ford Focus, Mercedes. Ó, az a Ford Focus, ma majdnem ismerős. Igen. Ennyi? Bakker, nem lesz az az autó. Van egy Land Rover. Ez a Land Rover, az elég pacekul néz ki. Az ugye? Szerintem ez Land Rover. Lada. Hát úgy látom, hogy nem nagyon van. Egy dolgot elárulok, terepjárót szeretnék. Terepjárót, de ez a Volkswagen, ez nem nyerte el a tetszésemet. Na mindjárt megkérdezzük itt a tulajt, hogyha itt van valahol. Azok Ferrarik, azt a mindenit. Nagyon keményen néznek ki. Na, itt az úr. Tisztelet, uram. Szép jó napot. Itt dolgoznak, ugye? Igen. Nincs esetleg... Nincs. És tudnak szerezni, vagy nem? Hát az attól függ, hogy hoznak-e be. Értem. Jó, hát köszönöm szépen, mindenféleképp olyat keresni. Megnézzük, hogy hoznak-e be, aztán, hogyha lesz, akkor majd max, nem tudom, kiírjuk, vagy kirakjuk az Instagramunkra. Jó van. Minden kicsivel CarMax gondolja beköveteti, aztán mindig up to date marad, hogy milyen autóink vannak. Jó van, oké, köszönöm szépen. Igazán nincs mit. Szép napot. Hello. Sajnos nincs nekik. Nincs nekik az az autó. Az micsoda, azt a betyár mindenit. Jézusom! Olyan kocika kell, amivel úgy meg tudok jeleníteni úgy zeulackat. Hát srácok, ebből bolt lesz. Akkor elnézünk a autókereskedésbe. Igen, ez az. Hát akkor az autókerbe fogjuk megvenni, mert tényleg ezt az autót egyszer haláltam a szerveren, nem nagyon valami kelendő, de előtte azért lehet, hogy ki is fogom próbálni, mert nem tudom, hogy pontosan hogy megy. De majd meg fogjátok nyilván látni, hogy melyik autóra gondoltam.
Na nézzük az autókerből. Srácok, amúgy találtam egy telefonszámot itt a Yellow Pages-en. Tiszteletem. Halló? Tiszteletem. Önnek lenne eladó a járműve, ugye? Jó, a jármű? Igen, a gépjármű szerelvény. Ja, miért érdekelni? Érdekelne, igen, nagyon is. Hát, az a helyzet, hogy azt már nagyon rég tettem, és azóta már meggondoltam magamat. Na mondjon egy árat, meggondolja magát, ne aggódjon. Hát, nagyon. Nem baj, találkozzunk, beszéljünk meg egy árat. Utasba. Találkozzunk, azt megdumáljuk, jó? Hát, ne. Hát nem tudom, majd visszahívja picóz. Jó van, hívjál. Hát, nagyon? Jó. Érdekelne nagyon, ja. Na, akkor majd csörizzél. Hello. Jó. Na mindegy, megnézzük közben, akkor ez a elég fura figura volt, de biztos. Szóval meg fogjuk tekinteni akkor az autókerben, hogy mennyibe kerül amúgy. Én úgy emlékszem, hogy ilyen 16-17 környéke, és ténylegesen a Yellow Pages-en se hirdetik. Lehet, hogy amúgy ennyire star kocsi, de nekem nagyon tetszik, és szerintem a karakteremhez nagyon illene. És amúgy se úgy nagyon izgat, hogy hű, de gyors legyen, hű, de izé. Az, hogy pick-up legyen, és régi. Fajta, nem valami új, mert nekem annyira nem jönnek be amúgy az újak, de ez viszont tetszik, szerintem aki itt játszik a szerveren, az már sejteti, hogy melyik lesz az, de majd mindjárt megmutatom itt az autókerben. Mindjárt oda is érünk, úgyhogy nagyon szuper. Ó, itt közben gyűjtögetnek kénysavat. Na, itt dobunk egy balos. Ott is leszünk az autókernél. Jó lenne, hogyha amúgy a srác visszahívna, azt mondta egy 20-as. Figyelj, én kiadnám érte amúgy azt a pénzt. Most nem vagyok spúr, úgyhogy én kiadom érte. Ő is jól jár, én is jól járok. Mindenki jól jár. Na, csattogjunk akkor befele. És nézzük meg, hogy itt az autókereskedésben mennyibe kerül. Remélem, itt ül a fószár, nagyon faja. Na szóval, ez szerintem vagy alsó, vagy közép kategória lesz. Ha, itt is van. Na szóval, srácok, erről lenne szó. Igen, 17 000 az autókereskedésbe. El fogjuk vinni, és kipróbáljuk. Megnézem a csomagtartóját is. $100 kerül, 2 perc, nagyon jó. Na nézzük, hogy milyen. De jól néz ki, srácok, hát ez kegyetlen, hogy néz ki ez az autó. De jó hangja. Az rotyog rendesen. Figyelj, egyelőre nem megy olyan hűde jól. Hát ez nagyon komoly. 160, jobban megy, mint az asztava, az már biztos. Hogy kanyarodik? Egész jól kanyarodik. Tapad, mint a franc. Na nézzünk egy csomagtartót. Hát ebből meg lehet érkezni. Csomagtartó, azt mondja, hogy 100 kilós a csomja. Hát az nem is olyan rossz, nem is olyan jó. Hát ez nagyon mókás verda. Jézusom. Mint hogy egy impala vagy valami hasonló lenne, ilyen brutálisan megemelve. Hát ez muszáj lesz szerintem egy ilyen. Ez nagyon muszáj lesz. Valami szép színbe. Kipimpelve. Tökéletesen jó. Várjál, egy kicsit gyorsuljunk föl, még van 30 másodperc, nézzük meg, hogy milyenek a fékek. Egy max tempóról nullára. Na, mindjárt elérünk maxot. 130 valamennyi a max sebesség. 137, aha. 9. 140, jó. Ugye, meg lehet vele állni igazából. A handlingje az amúgy tényleg nagyon jó. Úgy tapad, meg se indul a hátulja. Elég érdekes. Na, hát figyelj, nekem ez tetszik. Tehát, hogyha az emberke nem adja el, akkor megveszik itt az autókerbe.
Na srácok, megtaláltam ugye a hirdetését, ugye 16 ezerért hirdeti. Na megpróbáljuk még egyszer, aztán meglátjuk. Na tisztelet! Na, hogy döntött? Hát nem tudom, mennyit fizetne érte? Na figyeljem, amúgy milyen, full alap vagy full tuning? Van egy fullos motor van benne. Fullos motor van benne, jól láttam, amúgy 16-é hirdeti. Hát igen, csak közben nem nagyon akarom eladni, aztán már meggondoltam magam. Jó van, mennyiért válna meg tőle? Hát, 20-asért. A 20-as azért sok érte. Én nem akarok megválni tőle. Annyira azért. Hát jó van, hát akkor nem. Ha két út között meg tudunk egyezni, akkor nagyjából jó. Vigyeljen, legyen maximum 18, az a plafon. Hát akkor 19-ért vihet is. Mondtam, hogy az a plafon. 19 az alacsony, a legalacsonyabb. Az nagyon sok érte. Tessék? Az sok érte, 18. Akkor tudja mit? 18 és fél. Jó, legyen. 18 és fél. Jó. Na, hol találkozunk? Jöjjön ide, van ez a... mondom. A miza? 623-as háznál. Ja, a házam. Aha. 23-as háznál, jó lesz? Jó, jó van, vágom, ott van nekem is albérletem. Jó van, jó, akkor jó. Ott találkozunk. Hello. 5 perc. Hello, hello. Jó, jó. Na, srácok, meg tudom akkor venni a figurától 18 és félbe, de az nem gáz. Tisztelet, mondja. Nem érdekli az urat pillangó ki? Hát uram, ez szerintem nem nekem kéne, hogy eladja, jó? Miért? Mert nem érdekel. Jó, uram. De azért köszi. Hello, hello. Pillagok és serifelek, halló. Ja, mondjuk nem vagyok szolgálatban. Na, úgyhogy megveszem, ja, a 18 félért tőle. Figyelj, most úgy vagyok vele, hogy 16-ért hirdette meg, 17 a kereskedésben, van benne egy fullos motor, tehát ez 17 környékén lehet. De engem nem érdekel, keressen rajta egy kicsit, mert na, hát biznisz. Most nekem van annyi pénzem rá, úgyhogy nem érdekel. Akkor elrotyogunk a házhoz. És nyilván, hogyha ez le lesz cserélve, ugye az asztalám, akkor eladó lesz majd. Úgyhogy meg tudjátok majd tőlem vásárolni. Nyilván normális áron. Hopp. A serif. A serif felé jó bevágtunk. Hát nem is üldöző van. Vagyis nem is követett. Hát még mindig nem jó van. Na, itt is vagyunk. Szerintem akkor lehet, hogy le is pattintom ezt a gépjármű szerelvényt. Szerintem ő lesz az, azt nem emlékszem rá. Szép napot. Hello. Hát akkor jön, elbeszéltem. Velem. Így van. Még annó beszéltünk amúgy erről a Verdáról. Tényleg, hol? Itt. Pontosan itt. Pontosan itt? Tényleg? Pontosan itt. Így van. Úgy emlékszem. Na, vegyek ki, aztán megnézzük, milyen. Jó. Na, srácok, kíváncsi leszek. De hát kipróbáltam, úgyhogy tudom, milyen. Nem állok oda közel hozzá. Hallod? Én? Lehet, hogy mégis csak a főpublikban van a kocsi. Az baj. Hát akkor elvigyelek oda? Jaj, menjünk el. Jó. Na. Cuppansd ide a Verdát. Ott is van, azt a rohadt ér. Gyá, de ronda így feketén. Ja, akkor ki is próbálom, hogyha nem baj. Ja. Hát, ez kell nekem, srácok. Oh, az a duda. Mennyi volt bele a motor tuning amúgy? Vagy 5000. 6. Olyan drága, hogy? Ja. Azt a betyárját. Hát ez kell nekem, srácok. Ez nagyon komoly. Nekem ez tetszik. Nekem ez nagyon tetszik. Ez
kibontottan a karakteremhez illik. Jézusom, mint egy busz úgy fordul. Mivel foglalkozik? Én? Serifségnél dolgozom. Aha. Kemény a munka. Tessék? Kemény a munka. Mondhatni. Hát ez király. Ez király. Hát figyelj, ez szerintem rendben van ez a gép. Érdekel. Hú, de a színe a szörnyű. Jó. Jó? Na, jó van. Akkor mit mondtál? 18 fél? Az alá nem mész? Nem, de hogy? Nem, jó van. Akkor legyen úgy. Na. Utalni fogod? Aha, utalni fogom, úgyhogy egy nullás számlát majd akkor írjál, vagy mi az adásszerződést. Kontaktot a pluszban, vagy neked meg van, vagy? Várjál, mindjárt megkeresem. Szerintem küld át, az a legegyszerűbb. Na, srácok, meg lesz a várda? Úristen, hogy néz ki, de milyen magas tényleg. Jézusom. Át is, akkor át is adom a 6 pirokat. Aha, jó, át is kukkantom. Igen, jól írtad a nevem. F2 50, AIH 07, nagyon szuper, alá is írom. Nagyon megy. De hát az alap, hogy nagyon megy. Oké, okay, akkor át is utallom, várjál. Ja, át is van nyomva. Aztán megjöttél. 18 fél, ahogy megegyeztünk. Na, jó, hát akkor köszönöm szépen. Na, akkor további szép napot. Viszlát. Hello. Na srácok, meg is van a gép sárkány. Gyá. El is megyünk a Bryce-hoz, és megkérdezzük, mennyi egy tuning bele. Itt ki, gyá, meg se érzi. Arra gondoltam, hogy lehetne valami vajszínű. Vajszínű krómmal. Ha. Júj. Majdnem baleset volt. Ja, itt is vagyunk a Bryce-nál. Kukkantsuk meg, hogy mennyire van hely. Jó, hát azért nyilván nem lehet elsőre befordulni, mint a futrákkal. Úha. Jaj, srácok, ez mennyire illik hozzá. Ez mennyire. Nagyon komoly. Napot. Tisztelet, nekem tuningolás lenne, meg minden ilyen pimpelés. Jó. Itt magasra kell beugrani. Tisztelet. Jó. Már bepattantam. Jó van. Érdeklődni szeretnék, hogy mi megy a tuningolás hozzá. Micsoda? Megy a tuningolás hozzá. Gondolom tudja, hogy motor az max, fék nincsen benne, váltó sincsen benne, illetve... Tehát egy maxos motor van, aztán annyi. Aha, igen, azt tudom. Oké, és ezen kívül sem erősített karosszéria sem. Tisztelet, Sheriff úr. Tisztelet. Sheriff úr? Ja, mondjuk most, hogy mondod. Ő engedtek tegnap, hogy beüljek az autójába. Így van. És ezzel az autóval át is szokott menni amúgy a Sheriff autó? Most vettem, 2 perc. Ja, az jó. Nagyon pacsák. Köszönöm. Akkor ennyi, illetve... Ja, mondjam az árakat? Hát mondjuk, igen. Amúgy előre lehet rakni rendszámtáblát. Minek az? Már ott vagyok benne. Mit? Minek az? Hát gondoltam Sheriff és hogy... Elég, hogy helyzetben le lehet venni teljesen a Ford emblémát is. Először a belső tuningot nézzük, hogy váltó mennyi például. Rendben van. Akkor egy fék bele az 3004. Üha! A váltó bele 4250. Üha! Illetve a turbó az még egy 5100. Jó, hát szerintem a váltó meg a turbó kéne bele. Akkor mindjárt hozom. Oké. Alsó kategóriához képest eléggé combos ára van. A fék az nem nagyon kell bele amúgy szerintem. Elég jól fog a féke. Úgyhogy azt nem rakok bele. Veszünk egy 10K-t. Így, nagyon jó.
Ja. Azt hiszem 5100 meg 4250, ha jól emlékszem. Így van. Felség be is nyújtom itt az ablakon. Okés, ezen kívül... Miket lehet ezen változtatni a rendszámtáblán kívül? A rendszámtáblát. Ennyi? Igen. Aha. Ennyi. Jó, hát ez, akkor... Ezzel egy kis fújt. Akkor fényezést nézzünk meg, hogy mennyibe kerül. Az árat meg tudom nézni, az 850. Érdekli? Persze, 850 év hogy van. Már is jobban tetszik, mint a 5000. Hát, az biztos. Technikus, technikus, technikus. Még az 5000-nél tényleg jobb. Na, mert gondolom külön lehet változtatni az oldalát, a tetejét, meg a szint. Mindjárt megnézem. Most piros az elsődleges, és a másodlagos pedig fekete. Ja. Ez volt a fekete? Igen. Ez fekete? Ez hol? Ez fekete. Hát sötét, nagyon sötét szürke. Nekem ez barna, de jó, oké. Okay. Nekem fekete, nekem a ruhánk elég fura. Azon gondolkodtam. Az jó. Igen. Azon gondolkodtam, hogy hogy néz neki ez fehér szín alappal, amire dob majd egy krómot. Nem a másodlag, az első szín alap. Igen, ez... és az oldala meg vajszínű lenne majd. Hát ezt vajszínű. Aha. Hát ugye az, hogy ezt egyszerre nem lehet megnézni. Egyszerre nem lehet, viszont nem tudom, hogy milyen vajra gondol. Ilyesmi? Nem, ez... nem. Ez a szín, amit most nézeget, a külső színe, ez fehér lenne. Értem, de a vajszínre gondolok, mert nem értem, hogy milyen vajra gondol. Hát tudja, milyen a vajszín. Akkor kávé, hát... ilyen világos kávészín. Jó, de ilyen? Ilyen, ehhez hasonló. Mert annyira nincsen olyan... Aha, ehhez hasonló, igen, amit ilyen most... Ilyen citromsárgát tudok lerakni, de gondolom nem erre gondolt. Nem igazán. Jó, akkor először rakjuk rá a fehéret. Jó. Az 850. És akkor krómot azt meg tudja nézni, hogy mennyire? Természetesen. Szerintem úgy brutálisan... Ne ez a perta. 340. $340. Most elvileg rá is raktam egy krómot. Ja, igen. 340. Aha. Jó, akkor mindjárt hozok pénzt. Kis. Ezt igazából $2000-ból meg vagyunk, srácok, úgyhogy az nem gáz. Ez teljesen jó, teljesen jó. Akkor le is fényezzük. Nem fogunk itt szüttyögni vele. Nagyon élem amúgy ezt a króm szint, és nem mindenen áll jól, de szerintem ezen jól fog állni. No. Oké, és mi legyen? Ja, akkor a fehér. Be is nyújtom itt az ajtó. Rendben. Ja, fehér, és arra rá a króm. És hát itt benne nem látszik annyira a króm, akint fog látszódni, de... Oké, és... És akkor valami vajszín kéne ide. Kávé, világos kávé. Nem? Ez... Menjen vissza egyet? Ezt így jegyezze meg, hogy talán. Oké. Mondjuk az a szürke, ez amúgy egész jól néz neki. Ez a kicsit világosabb. Na, ez egész jól néz ki amúgy. Aha, így. Ügy, amit legyen ez. Legyen ez? Oké, legyen ez. 850. Van annyi? Szerintem pont igen. Jó, van, mert már nem tudom mennyit adtam. 2000 meg 10. Annyi. Jó lesz ez. Rendben, ezen kívül... Más nem lesz, úgy más nincs. Rendben. Okay. A sötétítés amúgy mennyi, hogy leszedje az ablakról, meg az, hogy néz ki? Leszedjük? 170. De bele? Tudunk ilyen enyhébbet is rakni rá. Belefér még a 170? Igen. Akkor szedje le, mert nekem nem tetszik. Én most úgy néz ki, mint egy tank. Igen. Egy tigris. Azt hiszem. Szürke fehér tigris. Ez, ha kimegyek a napra majd, akkor jobb lesz. Az oldalára is tudom úgy krómot rakni, vagy arra már nem lehet? De elvileg tudok, hogy ráteszi, azt nem tudom. Igen, 340. Ez is még pont belefér. És van más színbe is? A króm, mert van ilyen mat, meg mit tudom én, micsoda. Persze. Mutogatsa végig. Mondjam a nevet? Vagy... Ja. Jó, ez a gyári. Ez egy normál, ez egy metalik. Ez egy most gyöngy. Egy kérdés, most én nem láttam, hogy változna valami. Mat,
Ja? Nem látod? Mert menj vissza, légy szíves, a tetején látszott valami. Aha, tetején, aha. Tetején. Hát, ahol ilyen sötétebb színű ott változik. Ja, ja, ja. Króm. Ne legyen ez a króm. Legyen a króm, rendben. Izgalmas lesz. És tényleg valaki azért bejön a Brightsba megkérdezni, hogy vagy valaki vesz egy autót? Látja. Hoppá. Bertala nem tud vezetni. Én megmondtam, hogy Bertala nem tud vezetni. Ezen kívül... Ennyi lesz, kívül ennyi lesz. Jó lesz az is, srácok, jó lesz az így. Rendben, akkor meg is vagyunk. Jó van, köszönöm szépen. Akkor szép napot. Na, srácok, fekete szürke lett. Szerintem jó lesz az így. Mondjuk remélem pont nem fog sütni megint a nap. Nem tudom megnézni, hogy milyen. De így azért jobban néz ki. Főleg az a bőrbe. Ah, de süt a nap. Na? Hát azért érdekes lett. Szerintem elég érdekes lett. Szerintem jól néz ki. Nekem tetszik. Nekem bejön. Jó lesz az így. Majd nézegetjük még egy picit. Visszamegyünk, és akkor el is rakjuk itt a lakásnál. Hú, azért megy most már, srácok. Aló. Aló. Most már szedi a tappancsát. Hát az is, srácok, szerintem jól néz ki ez. Szerintem rohadt jól néz ki. Na, úgyhogy srácok, igazából ez volt, ez lett az új verdem. Ez nekem nagyon bejön. Már régóta szerettem volna amúgy ilyet ehhez a karakterhez. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki végignézte a mai részt is. Hogyha tetszett, nyugodtan dobjatok egy lájkot, és természetesen, hogyha nem lennétek, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok, hello! Iratkozz fel, ne hagyd ki, ott is itt van, ez már tuti. Vidámat sosem áll le, egyik videó, a másik után rogyó kifele. Yeah.